Van új a nap alatt, így az év vége felé is a kis Big Bennek is hívott Szekszárdi Junior Stars életében. Bonyhádra az általuk kezdeményezett jótékonysági koncertre kilátogatók hallhatták először ugyanis, milyen az, amikor a fiatal, maguknak szakmai rangot kivívó együttes karácsonyra hangol, és például a jazzből átkirándulnak a zenészek a swingbe. Ez az egész swinges karácsonyi big bandes szervezés, ez teljesen új. Ezt most kezdtük el, hogy nekünk is jó, hogy játszunk, és a kicsit emeljük az advent hangulatát. . 2019 egyébként is a megújulásra, változtatásra magát elszánt évként is vonulhat be a Szekszárdi Junior Stars történetébe. A Whitefield-ek már jövő tavasszal is megérzik, merre tartanak Cseke Gábori. Ez egy inkább ilyen csendes próbaidőszaknak mondható el ez az év, és tulajdonképpen ebben az évben ez a negyedik alkalom, amikor kilépünk közönség elé, mert eddig ilyen, mondhatni, műhelyi munkát végeztünk. Úgy kell megoldani a modernizációt, a hangszerelés megújítását, a divat irányzatok beépítését a repertoárba, hogy a Big Band kategóriában azon a polcon maradhasson a zenekar, amit már korábban kivívott magának. Ez pedig a hazai top 10-et jelenti. Szerencse, hogy a lakóhelyet váltók, a távoli városokba elszármazók is úgy mennek el életpályájuk felszólítására, vállalva az utazás minden nyugét, baját, hogy továbbra is zenekari tagok akarnak maradni. A legtöbb zenészünk, aki most velünk játszik, hál' Istennek fiatal, meg középiskolás. De vannak olyan emberek, akik már munka mellett és egyetem mellett, Budapestről, egyéb közelebbi városokból ugye könnyebb hazajárni, de ők hazajárnak minden egyes próbára, amikor megtehetik. És az utánpótlást tekintve pedig ugye vannak, akik sajnos nem tudják megoldani, de hál' Istennek van Szekszárdon egy ifjúsági zenekar, akit Kovács Zsolt tanár úr vezet, és tőlük rendszeresen vannak, akik szeretnének jönni, és ha van hely, akkor lehet jönni. A Junior Stars tovább fiatalodva is alapvetően egy szekszárdi gyökerű zenekar tud maradni. Napirenden szerepel, éppen az említett megújulás miatt, különböző szólisták, vendégzenészek meghívása, hova tovább állandó fellépővé történő beépítése. De ez még éppen a dolog képlékenységénél fogva momentán nem publikus. Még tervezés alatt van, hogy milyen szólistákat szeretnénk meghívni, énekeseket, nagynevű jazz énekesekre gondolok itt, akik velünk együtt tudnának egy-egy rangos produkcióban részt venni. Amiket most játszunk, ezek többnyire instrumentális, tehát nincs benne ének. De rengeteg olyan big bandre írt szerzemény van, amiben van ének. És erre szeretnénk embereket keresni, akik vállalnák velünk ezt a fellépést.